Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ő rólad álmodott, vagy rólad álmodozik. És mi az ő jelenlegi helyzete? Erre utal itt ez a kártya. A koporsó jelenthet természetesen örökösödési ügyeket is, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése, és ez a kártya arra utal, ő lezárja a múltját. Esetleg jelenthet ilyen régi dolgokat, hogy egy bizonyos esemény vagy egy emlék visszatér, vagy valaki a múltból visszatér az ő életébe. Azt is jelentheti, hogy már régóta nincs köztetek kapcsolat, és ezt tervezi, hogy visszatér hozzád. Most megnézzük az ő gondolatait, terveit. Mindkét képen az látható, hogy itt lesz mozgás. Az első kártya utal a levegő elemére, a könnyűségre, amikor átteszi magát a félelmeken, és jelenti a kommunikációt, tehát ő beszélni szeretne veled. A második kártyán a tűz eleme látható, és az utal az ő bátorságára, a lelkesedésre, a testi kapcsolatra is. Viszont a harmadik kártyán az érmék kicsit fékezik az eseményeket, mert ő még várakozik. Lehet, hogy még rendeznie kell az anyagiakat, vagy van problémája a munkahelyén, de amit az érmék még jelentenek, ezek az értékek. A belső értékek is, tehát te értékes vagy számára, vagy ez az álom volt értékes, hiszen itt volt egy lelki üzenet. És most bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt te vagy látható, és a kezedben van ez a vörös rózsa, ami utal a szerelemre, utal a szépségre, a nőiességedre, a jó ízlésre, vagy lehet egy ajándék is. A második képen szintén te vagy látható, és itt van ez a levél, egy szerelmes levél, vagy tőle, vagy tőled. Ez jelentheti azt, hogy ő tervezi, hogy ír neked, vagy vár arra, hogy te jelentkezz nála. És itt van a szerencse. Akkor is, ha ő jelentkezik, akkor is, ha te jelentkezel. Egy jó hír várható. Itt ezek a kártyák mutatják az ő álmát, vagy az ő álmodozásait, és itt te állsz a középpontban. Itt újra a mozgás látható, de mivel itt az érem jelenik meg, és az a föld elemét jelenti, az arra utal, hogy ez egy lassú mozgás. De biztos, minden lépése átgondolt. És amit még ez az érem itt jelent, természetesen az anyagiakat, a munkáját, de az értékeket is. A belső értékeket. Te értékes vagy számára, vagy ez az álom volt értékes számára. Ez az álom nem csak egy álmodozás marad, hanem a föld eleménél ez megvalósul. Ezen a képen te vagy látható ezen a fehér lovon. És ez a ló utal a mozgásra. Megvannak az elvárásai, hogy te is közeledj hozzá. Nálad is az arany érem van. És az utal az anyagiakra, a munkára, de az értékekre is. Elvárja azt, hogy kimutasd, hogy ő értékes számodra. Azon kívül, mint ahogy mondtam, itt az arany érméknél a föld eleméről van szó,
és ő azt várja el tőled, hogy te is döntéseket hozz, közeledj hozzá, hogy ez a szerelem, ez az álom megvalósuljon. Ezen a képen a hold látható, és az szimbolizálja az álmokat, a vágyakat, a reményeket, a mély érzelmeket. Tehát azt szeretné, ha te is érzelmekkel közelednél hozzá. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderá!